A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében. A pünkösdi történetet ülve hallgassuk meg, figyelem. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében így szól Isten igéje. Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nékik, hogy szóljanak. Akkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Atyám fiai, ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek álmokat álmodnak, sőt még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és ők is profétálnak. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged azért, mert ezt az ígéretet is beteljesítetted, amit évszázadokon át a profétákon keresztül üzentél. Köszönjük, hogy kitöltötted a te szent lelkedet, előbb az apostolokra, és köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy ezt a kimondhatatlan ajándékot minden benned hívő számára hozzáférhetővé tetted. Áldunk azért, hogy aki téged hittel befogad a szívébe, az kapja a te szent lelkedet. És magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő, ajándékokat osztogató munkájáért. Megvalljuk, Urunk, hogy nagyon rászorulunk arra, hogy a te gazdagságodból ajándékozz meg minket is. Olyan sokszor kiderül a tehetetlenségünk, erőtlenségünk, ürességünk. Olyan sokan keresnek rajtunk jó gyümölcsöt, és nem tudunk adni semmit, vagy a magunk fanyar gyümölcseivel terheljük a környezetünket. Kérünk, ragyogtasd föl előttünk most azt a lehetőséget, hogyan teremhet életünkön a lélek gyümölcse. És kérünk téged, hogy ne csak beszéljünk itt most a te szent lelkedről és az ő munkájáról, hanem áraszt ki rejánk lelkedet, ő tegye számunkra személyessé, meggyőzővé az igét, ő győzzön meg minket bűn, igazság és ítélet tekintetében, a te szent lelked vezéreljen el most az igazsága, és a te szent lelked juttassa eszembe mindazt, amire tanítottál, amire mindnyájunknak szükségünk van. Mi pedig úgy szeretnénk most hallgatni az igét, mint akik tudjuk, hogy mindnyájan előtted állunk, és tőled kérünk és várunk útmutató, teremtő, leleplező és feloldozó igét. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Hallgassuk meg az énekkar szolgálatát, két pünkösdi imádságot hallunk majd. Az elsőt Cascioni komponálta, és az imádság szövege így hangzik: várjuk szent lelkedet, kész szívvel, Istenünk, lásd, lelkünk mind keres, mi fogytán már erőnk. Küldd el hát vígaszod, ki által éledünk, s újra küzd, ki megfáradott. Várjuk szent lelkedet.
A másik imádság szövegét Vizi István lelkész testvérünk írta egy alkalomból, Sibelius jól ismert dallamára, és ez az ének azért is közel áll hozzánk, mert 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdhettük Neszmélyi konferenciai telepünkön a csendes heteket, ezt az imádságot választottuk a ház énekéül. Majd mindjárt hallani fogjuk, hogy milyennek az aktualitása. És éppen ma kezdődnek el azok a csendes hetek Neszmélyen, amelyeket Isten kegyelmében bízva egészen augusztus végéig szeretnénk folyamatosan egymás után tartani. Ez az imádság így hangzik, igéddel áldj meg bennünket, Urunk, így lesz a hajlék lelki otthonunk. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, árazd de háza áldott lelkedet. Igéddel hívtál, most is hű, Urunk, bármerre küldesz, bátran indulunk. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, áraszt ki ránk is áldott lelkedet. Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a szép ünnepen, aminek a jelentőségét egyre kevesebben tartják számon. Bevallom, hogy nem jelentett csalódást, hogy amikor a múlt héten többeket megkérdeztem, nem tudták, hogy milyen ünnep jön most, és hogy minek az ünnepe a pünkösd. Pedig az, ami Jézus mennybe menetelekor, és a Szentlélek kitöltetésekor történt, egyenrangúan fontos üdvesemény azzal, ami karácsonykor, nagypénteken és húsvétkor történt. Jó lenne, ha azt tudatosítanánk magunkban, és meg is tudnánk indokolni, hogy miért egyenrangú, egymás nélkül elképzelhetetlen, isteni csodálatos tettek azok, amikre ezeken az ünnepeken emlékezünk. Vannak azonban, akik nagyon készültek erre az ünnepre. Több olyan telefon is érkezett a múlt héten, amiből ez kiderült. Valaki hosszú betegség után ma van itt először Isten tiszteleten. Isten hozta, és Isten adjon teljes gyógyulást neki. Van, aki azt kérdezte, hogy lesz-e úrvacsora, mert ő most a múlt héten jött rá arra, hogy ki ő valójában, és ez nagyon ijesztő, és ő szeretne itt hagyni ma sok mindent, és elmenni megtisztult szívvel. Van, aki súlyos döntés előtt áll, és Isten útmutatását várja. Ahányan vagyunk, talán annyiféle teherrel, bánattal, örömmel vagyunk itt,
olyan nagy csoda az, hogy Isten ugyanazon az igén keresztül, ahányan vagyunk, annyiféle segítséget tud adni nekünk. Én azért könyörögtem, hogy ez megtörténjen. Az az ige, amelyiknek alapján az ő szent lelke segítségét kérve szeretném a pünkösdi evangéliumot hirdetni, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében olvasható, a Galatákhoz írt levél 5. részének a 22. és 23. versei így hangzanak. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Az Úr Jézus feltámadása után 50 nappal, a mennybe menetelét követő 10. napon, tanítványai különös tapasztalatokat szereztek. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy azon a napon Jeruzsálem tele volt a világ minden tájáról érkező zarándokokkal, akik az aratási hálaadó ünnepe jöttek föl a templomba. Jézus tanítványai azonban nem voltak köztük. Ők félve bezárkóztak egyik ismerősük kis jeruzsálemi házába. Még mindig rájuk telepedett Jézus mennybe menetelének a szomorúsága. Úgy érezték, hogy a pásztorukat veszítették el. Ott maradtak tanácstalanul, bizonytalanságban, és egyre jobban féltek attól, hogy Jézus miatt őket is bántani fogják. És akkor egyszer csak váratlanul, mintha ez lett volna a legtermészetesebb dolog, Péter előállt, és megkérdezte, hogy miért vagyunk mi itt, amikor ott kint olyan sok ember van, akik nem hallottak még Jézusról. Menjünk és mondjuk el nekik, ki az ő megváltójuk is. És erre kimentek az utcára az emberek közé, és Péter elmondta azt a prédikációt, aminek az elejét olvastuk most a Szentírásból. Beszélt Jézus kereszthalálának a jelentőségéről, feltámadásának a tényéről, és olyan erővel hangzott az igehirdetés, hogy több ezer ember magára ismert, amikor bűnökről volt szó, bűnbánatra jutott, ennek a jeleként megkeresztelkedtek, és amikor hazamentek Jeruzsálemből, otthon elmondták ők is, amit hallottak és amit már hittek, és csodák csodája az ő szavukra is sokan hittek Jézusban, és ezeket, akik hitre jutottak, egyenlőképpen az jellemezte, hogy Jézusi tulajdonságok jelentek meg rajtuk. Valamint az, hogy olyan képességeket kaptak, amikkel eredményesen tudtak lelki munkát végezni. A tanítványok ezt úgy élték át, hogy addig magukat féltették, jaj, mi lesz velük, attól kezdve másokért kezdtek aggódni, jaj, mi lesz velük, hogyha még nem hallották az evangéliumot, és nem ismerik Jézust. Ahelyett, hogy továbbra is összebújtak volna, kimentek az emberek közé, és elkezdték mutatni nekik az üdvösségre vezető utat. Fölébredt a szívükben a másokért érzett felelősség és szeretet, és nem csak nagy erővel prédikáltak, még egy írástudatlan Péter is, szeretnék olyan összeszedett, céltudatos, tartalmas igehirdetéseket mondani, mint az ő pünkösdi beszéde volt, hanem Jézus erejével gyógyítottak, vígasztaltak, lényegében ugyanazt folytatták, amit az Úr Jézustól láttak. Mi volt ennek az oka? Az, hogy megkapták a Szentlélek ajándékát. Beteljesedett az, amit Jézus ígért, de nem egészen értették az ígéret tartalmát, amikor elhangzott. Azt mondta nekik, hogy kaptok erőt, amikor a Szentlélek eljön rajátok, és tanúim lesztek. Átélték azt, amivel Pál apostol az ifjú Timóteust bátorította, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem a szeretetnek, az erőnek és a józanságnak a lelkét. Senki nem látta,
hogy hogyan töltetett ki a Szentlélek, de az erejét, a munkáját, a hatását kétségbe vonhatatlanul tapasztalták magukon meg egymáson. Mint ahogy senki nem látja, hogy hogyan terjed az elektromosság a vezetékben, de az erejét, a hatását, a munkáját, az kétségbe vonhatatlanul lehet mérni. És a Szentlélek jelenlétét ma is ugyanígy tapasztalhatjuk meg, aki kapja Isten lelkét, annak az életében Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg, és elkezd előbb-utóbb szolgálni Jézusnak, és hasznos lesz másoknak. Azt az előbbit, hogy Jézusi tulajdonságok jelennek meg rajta, a Szentírás a lélek gyümölcsének nevezi. Az utóbbit, hogy eredményesen tud lelki munkát végezni, és ehhez kap bizonyos képességet, lelki ajándékoknak, kegyelmi ajándékoknak, görög szóval karizmáknak nevezi a Szentírás. Ma az előbbiről szeretnék mondani néhány dolgot a felolvasott ige alapján. Mi a lélek gyümölcse? Olvastunk itt egy felsorolást, 9 gyönyörű kincset sorol egymás után a Szentírás. A lélek gyümölcse ez: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Gyümölcsöt csinálni nem lehet. A gyümölcs terem. És minden fán pontosan olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa. Ezért hangsúlyozza nekünk Isten igéje, hogy ami Istentől elidegenedett, megromlott természetünk nem tud olyan gyümölcsöket teremni, amik Isten minősítése szerint is jók lennének. Sajnos igaz az a diagnózis, amit a mindenható Isten az özönvíz előtt a tőle elszakadt emberiségről mondott, hogy az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Lehet ezt kimagyarázni, ez ellen védekezni, hosszú védőbeszédet is tartani, vagy az ellenkezőjét állítani. Sajnos az élet azt mutatja, hogy ez történt, és ilyenek vagyunk. Istentől elvadult természetünk csak vad gyümölcsöket tud teremni. Ezeket a vad gyümölcsöket is felsorolja a Biblia, itt közvetlenül előtte, a lélek gyümölcse előtt, így olvassuk ezt: a test cselekedetei ezek, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak, mert felsorolhatatlanul sok vad gyümölcsöt termünk mi. És erre mondja a folytatásban, hogy ezekről mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. És egy másik helyen olvassuk, hogy Isten országát csak azok öröklik, akik a lélek gyümölcsét termik. Ezért mondta Jézus, mivel ennyire megromlott a mi természetünk, hogy szükséges újjászületnetek. És ezt egy vallási kiválóságnak, Nikodémusnak mondta. Még neki is, még az elkölcsös embereknek is, még a jó embereknek is szükséges újonnan születniük Jézus szerint, mert másképp nem tudják a lélek gyümölcsét teremni. Tudnélik, a lélek gyümölcsét nem lehet sem neveléssel, sem tanítással, sem jutalmazással, sem fenyítéssel kicsikarni belőlünk. Mert amit a lélek gyümölcseként jelöl meg a Szentírás, azok nem nemes emberi tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok. És krisztusi tulajdonságokat csak Krisztus maga tud felmutatni. Ezért írja Pál apostol, éppen tegnap olvastuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint az Efézusi levélből, hogy hatalmasan erősödjék meg bennetek a belső ember az Isten lelke által,
hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy így képesek legyetek, és akkor jön egy felsorolás, hogy mi mindenre. Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal, és ebben a belső emberben hatalmasan erősödjetek meg. Ezek nem üres képek, hanem ez valóság. Aki átélte ezt, az tudja, hogy milyen volt az az úgynevezett élet, amit én magamban éltem, minden jó és nemes törekvésemmel együtt, és milyen életet kaptam Istentől, amikor Jézus kezdett el munkálkodni bennem, ég és föld a kettő, és itt már nem én törekszem vagy vágyakozom valamire, hanem itt ő kezd el megvalósítani valamit. És rám addig nem jellemző, de Jézusra jellemző tulajdonságok ütköznek ki rajtam, jelennek meg bennem. Ezt az új életet, amit a Szentlélek ad a hívőnek, ezt nevezi a Biblia belső embernek, új embernek, vagy sokszor egyszerűen csak léleknek. Szemben a régi természetünkkel, ami velünk született, amit pedig külső embernek, ó, vagyis régi embernek, vagy egyszerűen testnek nevez. A lélek gyümölcse mindaz, amit ez az új természet gondol, mond és cselekszik. Vagyis amire Jézus képesíti a benne hívőket. Én nagyon sok emberrel találkozom, akik eljutnak oda, hogy fölismerik életük erőtlenségeit, sok helyzetben a tehetetlenségüket, és vágyakoznak valami több, valami jó után. Sokan elhiszik azt, hogy önmagukon tudnak segíteni, különböző technikákkal, tréningekkel próbálkoznak, de mindenkinek rá kell jönnie, hogy a természetünket épp úgy nem tudjuk megváltoztatni, mint ahogy a proféta által mondta Isten, hogy ha a párduc meg tud szabadulni a foltjaitól, akkor ti is meg tudjátok változtatni a lelkületeteket, a gondolkozásotokat. Nem tudjuk megváltoztatni. Ezért jött Jézus, hogy ő adjon nekünk új természetet, mégpedig a saját természetét. És aki odáig eljut, hogy én nem tudok alapvetően segíteni magamon, de engedem, hogy az Úr Jézus segítsen, behívom őt az életembe, és azt mondom, hogy mostantól kezdve te parancsolj, Uram, én pedig neked akarok engedelmeskedni. Az ilyen ember kapja Isten szent lelkét, kapja ezt az új természetet, és elkezdi teremni a lélek gyümölcsét. Az, amiről itt olvastunk ebben a felsorolásban, az egészen sajátos értelemben értendő. Ez a szeretet nem olyan, amire mi is képesek vagyunk bizonyos emberek iránt. Csak egész röviden két-két mondat erejéig fussunk végig ezen a listán. Érdekes, hogy egyes számban említi a Szentírás, ez a lélek gyümölcse, nem gyümölcsei. De akkor miért sorol föl kilencet? Azért, mert ez olyan, mint egy szőlőfürtön kilenc szem. Egy fürt az egy gyümölcs. Csak több szem van rajta, vagy egy narancsnak több gerjézdje van, de az egy gyümölcs. Ami azt jelenti, hogy az újjászületett hívő életében ennek mindnek jelen lehet és jelen kell lennie. Hol az egyik hangsúlyosabb, hol a másik, Isten mindig abból ad többet, amire nagyobb szükség van. De nekünk nem szabad igényteleneknek lennünk, hanem várnunk lehet és kell, kérnünk kell azt, hogy ez a gyümölcs így, ahogy van, az újjászületett életünkön megjelenjék. Az első a szeretet. És itt arra a szeretetre gondoljunk, ami a Róma 5.5-ben, amiről Pál ott ír, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, írja a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Az újjászületett ember kapta Isten szent lelkét, és az ilyen emberbe, mint egy kitöltetik az üres, vagy önszeretettel, vagy személyválogató szeretettel teli szívébe, kitöltetik az Isten szeretete. És csak ez a szeretet képes arra, hogy például az ellenségeit is szeresse. Az az öröm, amit itt említ, az, amire Jézus utalt, hogy az én örömömet adom nektek,
mondta a benne hívőknek, hogy a ti ölmötök teljes legyen. Nem alkalmi kis ölmöcskéket ígér, amikről Tóth Árpád írja, hogy az ölm illan, ez nem illan. Ez az ölm betölti a hívő szívét akkor is, ha például gyászol, és a zsebkendője után nyúl, és törölgeti a könnyeit. Ez az ölm nem illan el, a legnagyobb nyomorúság közepette sem. Sőt, azt mondja Jézus, hogy azért adom, hogy a ti ölmötök teljes legyen, hogy még ki is csordul, még másnak is jut belőle. Én egy ideig élhettem egy olyan családban, ahol volt egy hívő kislány, a család napsugarának nevezték, de annál többről volt szó. Ez egy nagyon komolyan hívő, megszentelt életű keresztjén leány volt, sugárzott az öröm belőle mindig. És akármi baj történt, akármi váratlan csapás jött, akármennyi feszültséggel jöttek haza a család tagjai, én olyan albérlő családtagként éltem ott egy ideig, az a csöndes öröm, ami árad belőle, mindnyájunkat földerített. Nem mindig jó kedve derített, mert van, amikor nincs az embernek kedve nevetgélni, meg viccelődni. De akkor is földerített. Ez a békesség, amiről itt szó van, megint csak az, amit Jézus kínál az övéinek. Azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, mint a világ adja. Ez az a békesség, amiről Reményik Sándor azt írja, hogy lehet, hogy valakinek nyugalma nincs, de békessége van. A körülményei miatt éppen nincs nyugalma. De a békesség akkor is megmarad a szívében, ha az ez a békesség. A negyedik a türelem. Az újjászületett ember azért tud várni, mert tudja, hogy kire vár. Tudja, hogy az események irányítása Isten kezében van. És ő bölcsen és szeretettel időzít mindent. Ezért nem kell türelmetlenkedni. Nála minden el van készítve, a maga idejében, amire az övéinek szükségük van. A szívesség az több, mint a kötelesség teljesítés. A szívesség a szeretetnek az egyik válfaja. Amikor a kötelesség teljesítésben a szíve is benne van valakinek, mégpedig az új szíve, amit a Szentlélek teremtett. A jóság azért különös, mert Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. De ez mutatja, hogy az újjászületett emberben isteni tulajdonságok jelennek meg. És ezért merte leírni Péter apostol a levele elején, hogy isteni természet részeseivé lettetek a Szentlélek munkája nyomán az újjászületésben. A hűség azt jelenti, hogy a hívő mindent arra használ, amire Isten adta neki. Egyáltalán tudatos benne, hogy mindent Istentől kapott, és rendeltetésszerűen használja az idejét, a testét, a képességeit, mindent. A szelídség tipikusan jézusi tulajdonság. Külön mondta Jézus a tanítványoknak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok, és akkor mindig nyugalom lesz a szívetekben. És az utolsó a mértékletesség, ebben a mohó, tülekedő világban egészen kivételes érték, kivételes erény. Mértékletes is az tud lenni, akinek van gazdag mennyei atya, és tudja, hogy tőle mindent a legjobbkor meg fog kapni, amire nem csak neki van szüksége, hanem amivel másokat is gazdagíthat. Hadd kérdezzem meg, testvérek, ne haragudjatok, ha most már ennyire személyesen. Fölismerhető a te életeden a lélek gyümölcse? Amikor jönnek mások gyümölcsöt szedni, mert ezekre van szüksége mindenkinek, és ha van hiánycikk ezen a világon, akkor a lélek gyümölcse. És erre vágynak a családunk tagjai, a munkatársak, meg mindenki, akkor lehet szedni az életet fájáról ilyen szeretetet, ilyen örömöt, ilyen békességet, ilyen jóságot, szívességet és a többit. Ezek nem velünk született tulajdonságok. Még csak nem is velünk született tulajdonságok javított változatai. És végképp nem arról van szó, hogy nagy önfegyelemmel egy ideig megpróbáljuk leplezni vagy fékezni a magunk hibáit és rossz tulajdonságait. Itt arról van szó, hogy a teremtő Szentlélek valami újat teremt
a hívő életébe. Ez a lélek gyümölcse. Ismertem egy férfit, úgynevezett nagy természetű ember volt, hirtelen indulatú, sokat szenvedett miatta a családja is, meg a munkatársai is. Néha megbánta és felszínesen bocsánatot kért, de akkor a sebeket már kiosztotta, és a kárt azt előidézte. És ez az ember mondta el egyszer, hogy hogyan találkozott önmagában az újjászületése után legelőször ezzel az új természettel. A munkahelyén viszonylag nagy nyilvánosság előtt megalázták, és mindenki úgy látta, hogy igazságtalanul megszégyenítették, megsértették. És utána beszélgetett a munkatársakkal, ki ilyen, ki olyan tanácsot adott neki, hogy hogy kell ezt megtolni. És ő elkezdett csodálkozni, hogy neki egyetlen dolog jutott eszébe, hogy az, aki őt ott a legdurvábban megrágalmazta mások füle hallatára, vajon miért kerülhetett ilyen lelki állapotba, és hogy lehetne segíteni rajta. És a többiek egyszerűen nem értették. És akkor ő döbbent rá arra, hogy persze, hát ilyenkor ő már mindig az öklét rázta, meg üvöltözött, meg bosszút forralt, és most meg másért aggódik, az ellenségéért aggódik. Ez végképp nem jellemző rá. És akkor már valamennyire ismerte a Bibliát, és eszébe jutottak bibliai igék, és azt mondja, hogy ott realizálódott benne, hogy ő tényleg újjászületett. Hogy valóban él benne Krisztus. Ezt nem ő mondta, és nem ő tette. Ez az indulat, ami benne van. Ez krisztusi indulat. És áldotta az Istent, és utána még sok hasonló tapasztalatot szerezhetett. Amikor egy önző, mindig önmaga körül forgó ember egyszer csak észesen veszi, hogy mások erényeiről kezd beszélgetni, vagy véd beszélni, vagy védelmébe vesz olyanokat, akiket mások ítélgetnek. Vagy egy örökké ítélkező magát mindenkinél különnek tartó ember elkezdi keresni másokban a jót, és azt teszi szóvá, és nem a hibáit. És mindezt egészen természetesen. Nem mesterkélten, hanem úgy belülről fakadóan, ahogy a gyümölcs fakad belülről, a fán, és ahogy az ott növekszik, és élvezhetővé válik. Ez a Szentlélek munkája. És ezek a cselekedetek, gondolatok, tettek a lélek gyümölcse. Jellemző-e ez ránk? Vagy ha nem, akkor ott van-e a szívünkben az a szenvedélyes vágy, amelyikről mind a két kórus imádság szólt. Ezért énekelte el a kórus ezt a két éneket itt most. Ott van-e bennünk az a nagyon erős vágy, hogy Uram, én nem akarok így élni tovább, és nem akarok így meghalni. És a testben hátra levő időmet úgy szeretném eltölteni, hogy szehessen rólam bárki lélekgyümölcsöt, amit én nem tudok teremni, nem tudok magamból kipréselni, nem tudok magamra erőszakolni. De amit te ígértél a benned hívőknek, nincs ez rajtam, vagy kevés ez rajtam, vagy csak egyszer-egyszer tudok valami ilyesmit adni, vagy ehhez hasonlót próbálok adni, de az nem igazi. Műanyag gyümölcs nem táplál senkit. Adj nekem igazi gyümölcsöt. Ott van-e bennünk ez a vágy? Hadd kérdezzem, milyen bántóan személyesen. Jó neked az, ahogy most élsz a házasságban? Jó az, ahogy hordozod az egyedül létnek a sorsát? Jó az, ahogy nevelitek, vagy nem nevelitek a gyerekeiteket? Kiváló, első osztályú, így kell csinálni? Vagy már le is mondtatok arról, hogy jobban lehet? Sokkal jobban lehet? Sőt, egész másként lehet? Akiben Isten szent lelke lakik, az egész másként viszonyul a közvetlen hozzátartozóihoz, az alkalmi ismerőseihez, az ellenségeihez, az egészen másként él nehéz szomszédok között, az egészen másként oldja meg, mert nem is ő oldja meg, a hitbeli problémáit, annak megoldódnak a problémái, mert a hit által benne lakó Krisztus, akiről olvastunk az Efézusi Levél 3. részében, oldja meg, és ad tanácsot, és igazítja el az eseményeket, és ad türelmet, hogy kiváljam, amíg megérkezik az ő szabadítása. Minden terhet másként hordoz az, akiben Isten szent lelke lakik, minden sikert másként él át, Isten dicsőítés lesz belőle,
minden kudarcból másként okul, mert megalázza magát Isten előtt, egészen más lesz az élete. Ismerjük-e mi ezt az egészen más életet? Nem azt a kicsit jobb, elkölcsösebb, vallásos életet, amiben sokan benne vannak, azt a langyosságot, hanem a Krisztus követést. Ezt a vele való egységet, amiről majd mindjárt énekelünk az énekben. Hogy már a földön egy legyek Krisztussal. Ő én bennem, és én ő benne, ahogy Jézus mondta így szó szerint. Ez a kettős kötődés, ez az eltéphetetlen szövetség, amit a Szentlélek hoz létre, és a Szentlélek erősít folyamatosan a hívőben. Ezek az emberek, azok testvérek, akikről el lehet mondani, amit a múltkor mondott valaki nagyon találóan egy közös ismerősünkről, hogy ez az ember a képességeit messze meghaladó teljesítményeket mutat föl. És ez tényleg így van, ismerjük mindketten jól. Mert a Szentlélek képesíti az embert arra, hogy egy írástudatlan Péter olyan prédikációt mondjon, mint pünköskor. Hogy egyáltalán a remegő tanítványok, magukat féltő férfiak egyszer csak kinyitják az ajtót, és azok között kezdenek aktívan szolgálni, akiktől féltek addig. Ez a Szentlélek munkája. Ez nem úgy történik, hogy elhatározom és nekidurálom magamat, hanem úgy, hogy eljutok oda, hogy Uram, én nélküled semmi vagyok. 12 felnőtt férfi ember összebújik, bezárkózik, hogy jaim lesz velünk. Holott semmitől nem kellett volna félniük. Akkor ott semmi veszély nem fenyeget őket. Ezek vagyunk Jézus és a Szentlélek nélkül. És utána kimennek, és messze az emberi képességeiken felül adnak valami olyan kincset az embereknek, amit csak rajtuk keresztül adhatott a Szentlélek, amire annak a tömegnek is múlhatatlanul szüksége volt, amely cselekménynek az alanya a feltámadott dicsőséges Krisztus volt az ő szent lelke által. Hogy kezdődött ez el? Az emberek megváltozása úgy kezdődött el, hogy hallgattak egy igehirdetést. Isten ma is az ő igéje által teremt hitet minden hitetlen szívben, és az ő igéjével erősíti mindenkinek a hitét, aki már elindult ezen az úton. Ezért mondta Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek. Most, ahogy újra áttanulmányoztam a Szentlélek munkájáról szóló igéket, elcsodálkoztam azon, hogy mennyire beszűkült a mi tudatunk, hogy kineveztük a karácsonyt az ajándékozás ünnepének. Hát ha valami az ajándékozás alkalma, az a pünkösd. Isten pünköskor csak ajándékokat szólt közé a nép közé. Először megajándékozta az övéit, akiknek Jézus személy szerint ígérte a lélek ajándékát, és mindazt a változást, amit ez jelentett. Utána rajtuk keresztül szólt a gazdagon az ő ajándékát mindazoknak, akik tartották a kezüket és elfogadták az ajándékot. Vagyis akik hittek. De még a hit is az ő ajándéka volt, és ma is az. Minden az ő ajándéka. Ha valami nagyon egyszerű és gyakorlati bátorítással szabad befejeznem az ige hirdetést, akkor azt mondom, hogy nyújtsuk ki ma végre mind a két kezünket Isten felé. Mind a két üres vagy kacatokkal teli kezünket, és engedjük, hogy minden fölöslegeset ő onnan kidobjon, az üres kezünket pedig megrakja ajándékokkal. Felülről való mennyei ajándékokkal. Adja először a nagy ajándékot, Jézust, az ő szent lelkét, az új életet, és azután ad valami ráadás ajándékot, ezek a karizmák, a kegyelmi ajándékok, arról majd máskor lesz szó, hogy képesek is legyünk hálából neki szolgálni. Olyan jó lenne, ha mindannyiunk szívéből fakadó imádság lenne az, amit hallottunk, igéddel hívtál, most is, hű urunk, bármerre küldesz, most már bátran indulunk, buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, áraszt ki ránk is áldott lelkedet. Imádkozzunk! Istenünk, bűnbánattal megvalljuk, hogy olyan sokszor előfordult az, hogy joggal vártak tőlünk mások igazi értékeket, helyes tanácsot,
őszinte szeretetet, és mi nem tudtunk adni. Megvalljuk neked minden ürességünket, képmutatásunkat, amikor nagy erőfeszítéssel fenn akartunk tartani valami hamis látszatot, de nem volt mögötte semmi. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád így, amint vagyunk. És köszönjük, hogy a te mérhetetlen gazdagságodból minden benned hívőnek eleget akarsz adni. Add nekünk a te ajándékaidat. Azt, amire szerinted most a legnagyobb szükségünk van. Adj nekünk többet, mint amire nekünk szükségünk van, hogy gazdagon tudjunk továbbadni másoknak is tőled kapott ajándékokat. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne beteljesületlen vágy maradjon bennünk a több utáni vágyakozás, és ne álljunk meg itt, hogy most már tudjuk, hogy hogyan lehetnénk lelkiekben gazdagok, hanem eljussunk a benned hívők igazi lelki gazdagságára, hogy hatalmasan megerősödjék bennünk az új ember, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a mi szívünkben, és teremje életünk, bennünk ez az új élet, gazdagon a lélek gyümölcsét. Engedd, hogy ez minél többünkben valóság legyen. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek különösen szükségük van, a te segítségedre, bocsánatodra, szabadításodra, vigasztalásodra. Ezen a napon könyörgünk különös szeretettel a határokon kívül maradt testvéreinkért. Kérünk, hogy nehéz sorsuk között is te erősítsd őket, adj nekik lelki megújulást, belső tartást, benned való reménységet. És könyörülj meg mindnyájunkon, tégy minket lelkiekben igényesekké, hogy ne éljük be azzal, ahol éppen most vagyunk. Ameddig eljutottunk, az is a te kegyelmed. De tudjuk, hogy ez csak a kezdet. Köszönjük, hogy akiben elkezded a munkádat, be is végzed azt. Segíts megszentelnünk ezt az ünnepet. Segíts, hogy odaálljunk eléd a csendben, és téged kérdezzünk. És tőled kérjünk, és rád merjük bízni egész jövőnket. Segíts most ebben a csendben folytatni ezt az imádságot, és taníts meg minket szüntelen imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.